Áldás békességet kívánok minden kedves televízió nézőnek. Ma a János evangéliuma 10. részének 11. verséből szól hozzánk Isten igéje, amelyben ezt mondja Jézus Krisztus: én vagyok a jó pásztor életét adja a juhokért. Ez az ige vers egy csodálatos hídról beszél nekünk az Ó és Új Szövetség között. Az Ószövetségben azt mondja az Atya Ezékiel könyvében: majd én magam keresem meg juhaimat. Az Újszövetségben pedig azt mondja az Úr Jézus Krisztus: én vagyok a jó pásztor. Azt tárja elénk ez az ige, hogy az Atya és Jézus Krisztus egy Isten. Amikor Jézus Krisztus megjelent ezen a földön, akkor benne az Atya megjelent. Mert ezt mondta az Úr Jézus Krisztus: aki engem látott, látta az Atyát. Amikor azt mondja a mennyi Atya, hogy én keresem meg juhaimat, akkor nem valaki másra bízta a nyáját, hanem az ő szent fiára, az Úr Jézus Krisztusra. Amikor Jézusra bízza az egyházat, a gyülekezetet, benne vezetőket, vezetetteket, öregeket, fiatalokat, egészségeseket és betegeket, nyomorúságban levőket és örvendező szívűeket, akkor maga Isten pásztorolja népét, pásztorol engem és téged. Ezt már az első századokban kimondták, megfogalmazták hitvalló elődeink, hogy Jézus Krisztus egy lényegű az Atyával. Nem hasonló hozzá, hanem az igaz Istenből való Isten, a világosságból való világosság. Ő az élet lényege maga, ahogyan egyik énekünk is mondja, arcának tündöklő mása. A mi Úrunk Jézus Krisztus maga az élő Isten. Nem adja oda másnak a nyájat, mert olyan drága neki, hogy ő maga végzi a pásztorolását, gyógyítását, legeltetését, megváltását. A jó pásztor odaadja az ő életét a nyájáért. Ez a szent ige számunkra azt hirdeti, hogy aki Isten elé járul, annak hinnie kell, hogy ő létezik. Mondja a zsidókhoz írt levél, de tudnia kell azt is, hogy ez csak egyedül Jézus Krisztusért, ő általa rajta keresztül lehetséges. Egy kedves régi lelki ének 7 verszakon keresztül beszél a Golgotáról, a hegyről, ahol Jézus Krisztus kereszthalált halt értünk. Az utolsó verszak így hangzik: te fáradt földi vándor, pihennel ott lehet, ott várra jár megváltód, ott ragd le terhedet. Mondd el, ha égi béke, gyógyírja száll reád, egy út vezet a mennybe, s az Golgotán visz át. Az Golgotán visz át. Amen.